következő előadónk Birinyi Edina, a Lechner Tudás Központ űrtávközlési osztályának a munkatársa, aki űrfelvételekkel a hírek nyomában címmel tart előadást. Igen, Edinát most egy pillanatra már láttam, halljuk is? Igen. Igen, halljuk is, akkor átadom a szót Edina űrfelvételekkel a hírek nyomában. Köszönöm szépen a felvezetést. Igen, a következő néhány percben az elmúlt két év, a tavalyi és az idei év híreiből válogattam, azzal a céllal, hogy melyek azok a hírek, amelyek kellően nagy kiterjedésűek és érdekesek arra, hogy űrfelvételek segítségével illusztráljam és bemutassam őket. A Lechner Tudásközpontban dolgozom, ami a miniszterelnökség szakmai háttérintézménye, és 2019 áprilisától a Lechner Tudásközpont és a egykori BFKH földmérési távérzékelési és földhivatali osztályának összevonásával hazánk legnagyobb téradatkezelő szervezete lett. Természeti környezetre vonatkozó téradatokkal, épített környezeti nyilvántartásokkal, kulturális örökségvédelmi feladatokkal, különböző IT-fejlesztésekkel és természetesen űrfelvételek földolgozásával, kiértékelésével foglalkozunk. Úgy gondoltam, hogy az illusztráció könnyebb megértése érdekében bemutatnám a illusztrálásul szolgáló adatforrásokat, elsőként a Sentinel-2 műholdpárt, ami az Európai Űrügynökség az ESA által működtetett műholdpár. 2015-ben került fel az első műhold, 2017 óta működik a második műhold. A műhold a felvételezését a látható és a közeli infravörös sávokban végzi, sávoktól függően különböző felbontásban, 10, 20, illetve 60 méteres térbeli felbontásban dolgozik. Ha 10 méteres térbeli felbontásról beszélünk, az azt jelenti, hogy egy képünknek a egy képpontja egy 10 méterszer 10 méteres földfelszíndarabról ad információt. A műholdpályák úgy lettek összekalibrálva, hogy 2-3 naponta kaphatunk egy azon területről Európa térségére adatot. A mérések, mint már említettem, a látható és a közeli infravörös tartományban zajlanak, így a felhőkön nem haladnak át a mérési tartományok, ezért a felhős időszakban nem kapunk a felszínre vonatkozó információt. Az alábbi kivágaton a Balatont láthatjuk, amely egy valószínes színkompozitban került megjelenítésre. Ez azt jelenti, hogy pontosan azokat a sávokat jelenítettem meg, amelyeket az emberi szem is észlel. A következő adatforrásunk a Landsat 8, ami az a NASA által működtetett, és 2013 óta működik, viszont az egységes szenzoroknak köszönhetően 1984 óta biztosít egységes adatrendszert. A látható és a közeli infravörös tartományban 30 méteres térbeli felbontásban dolgozik, ugyanakkor felszínhőmérsékletre vonatkozó információkat is szolgáltat, ezeket 100 méteres térbeli felbontásban méri. A műhold egy adott terület fölött 16 naponta halad át, és ő sem képes a felhők alá belátni. Az adott kivágaton most egy hamiszínes kompozitot láthatunk, ami a közeli infravörös sávok mellett a vörös sávban felvételezett információkat mutatja. Az ilyenfajta kompozitón ez esetben kék a víz, fehér a felhőzet, például itt egy kicsi látszik belőle, a növényzet narancssárgás-pirosas, és a csupasz tala, illetve a tarló az ilyen kékes-világos kék zöldes szín. A következő adatforrás a Sentinel-1 műholdpár, ez is az Európai Űrügynökség által működtetett, 2014 és 2016 óta működik, körülbelül 20 méteres térbeli felbontású adatunk van. 2-3 naponta a felvételez ez is egy adott területről, és hatalmas nagy előnye, hogy ez már egy aktív szenzor, és belátunk a felhőzeten túl is a felszín alá. Ez nagy előnyt jelentett például áradások alkalmával. Az első három szenzor, amit bemutattam, nagy felbontású adatot mutatott be, és a felszínre vonatkozó információkat határoztunk meg bele. A következő szenzor, amit még szeretnék megmutatni, ez szintén az ESA szenzora, a Sentinel-5 P vagy Sentinel-5 Precursor. 2017 óta működik, viszont 5,5 kilométeres térbeli felbontásban dolgozik, naponta globális képet ad, és a célja az, hogy a levegő minőségre vonatkozó információkat kapjuk meg. Így méréseket kaphatunk az ózonra vonatkozóan, a szénmonoxidra vonatkozóan, de például a nitrogén-dioxidra is.
És akkor kezdjük a hírekkel. Az első hírem egy magyarországi hír 2019. április elejéről. Az első hírek arról szóltak, hogy 1,5 kilométer hosszan ég a nádas Fonyó térségében, és ez körülbelül már 3 hektárnyi területet érint. Aztán a következő hír az egynapos tűzeset után már arról szólt, hogy 300 hektárnyi nádas semmisült meg a tűz során. Ez már olyan nagy kiterjedésű, hogy műholdfelvételek segítségével is úgy gondoltam, hogy meghatározható lesz a káresemény helyszíne. Így optikai felvételeket valószínes kompozitban jelentettem meg, és radart is használtam a meghatározáshoz. Az első kép a káresemény előtti napon készült, és valószínes optikai felvételt tartalmaz. A hírek arról szóltak, hogy a Fonyódi Turul utca, illetve az M7-es autópályát közötti területen történt a tűzeset. A tűzesemény utáni optikai felvételek rendre felhősek voltak, ezek alapján nem tudjuk lehatárolni, hogy hol is történt a tűzeset, viszont ezért úgy döntöttem, hogy a Sentinel-1 radar felvételeken is megnézem, hogy tudnám megmutatni az eseményt. Az káreset előtti 5 nap és a káreset utáni 5 nap műhold felvételeit vettem figyelembe, az 5-5 napos időszakokból átlagot számítottam, és az alábbi kompozitot kaptam. Ha a vizsgált útszakaszok közötti kompozitokat megnézzük, akkor a két kép közötti eltérés egy drasztikus narancssárga nagy kiterjedésű terület. A rózsaszín vonallal körbehatárolt terület értéke közel 300 hektár, így úgy gondolom, hogy sikerült megtalálni a hírek által is jelzett területet. És ha már tudjuk, hogy mit keresünk, akkor bár nagyon felhős az optikai felvétel, de itt kicsit felsejlik a sötét kormos talajfelszín. A következő hír, ami bejárta a világ sajtót, a tavalyi évben augusztusban indult útjára, és a tudósok számításai szerint egy Tonga közelében lévő víz alatti vulkánkitörés eredményeként kb. 20 000 futballpályányi habkőtörmelék indult neki a csendes óceánnak, és a kutatók azt feltételezték, hogy majd eléri a nagykora a zátonyt, és a megtett út alatt organizmusokkal bővül, és ez majd kedvezően hat a nagykora a zátony élővilágára. A megjelenítéshez nagy felbontású műhold felvételeket fogunk látni, az optikai felvételek továbbra is valószínesek maradnak, illetve radar felvételeket is alkalmaztam. A kitörés az itt történt körülbelül, a további pontok pedig a megjelenített műhold felvételeknek a helyzetét mutatják. Az én vizsgálatom az augusztus elejétől szeptember közepéig tartott, ez idő alatt Tongától a Fidzsi-szigetek határaig ért el a sziget. A képeken nem a teljes szigetet látjuk, egyfelől a felhőzöttség erősen kitakarja, másfelől igyekeztem megtalálni a képeken azt, ami a legnagyobb összecsoportosulást és a műholdpályák együttes kombinációjával elérhető. A vizsgálati időszakban 2 alkalommal volt olyan nap, amikor nem csak optikai, hanem Sentinel-2 optikai felvétel mellett Sentinel-1 radar felvétel is készült. A radar felvételek azok a képek, amik nem felhősek, viszont egy kicsit ilyen zajosak, recegősek. Mivel Fidzsi szigeten erősen feldarabolódott a törmelék, én nem tudtam tovább a felhőzöttség mellett nyomon követni a sziget útját. A következő hírünk, amit szeretnék ismertetni, temetési menettel búcsúztattak el egy gleccsert Svájcban. Az eseményt a tavalyi ENSZ kongresszushoz igazították figyelemfelkeltési céllal, ugyanis a Pizol hegységben található Pizol gleccser az elmúlt években olyan nagy mértékben összezsugarodott, hogy tudományos szempontból már nem tekinthető gleccsernek. Azt a felvezető során említettem, hogy a Lancet műhold család 1984 óta úgy működik, hogy egységes adatrendszer biztosít, így hamis színes kompoziton jelenítettem meg a térséget. A hamis színes kompoziton ezúttal rózsaszín foltként jelenik meg az aktuális hófolt. A képeket az 1984 és 2019 közötti időszakból úgy válogattam le, hogy mindig nyárvégi, őszelei felvételt kerestem a pályaadottságok és a felhőzöttségek figyelembe véve, hogy hol a legkisebb a hófoltnak a kiterjedése. A kutatók állítása szerint 2006-ban, 6 óta napjainkig körülbelül 90%-kal csökkent a kiterjedése a
gleccsernek, és nem csak a kiterjedése, hanem a térfogata is, 2019. szeptemberében már így nézett ki. Ez volt az 1984-es állapot, itt azért a rózsaszín pacák még elég nagy kiterjedésűek, és 2019-re lényegében eltűntek. Nem csak hamisszínes kompozittal kereshetünk ilyen jellegű problémákat, hanem a zöld, például ha a zöld és a közeli infravörös tartományban mért értékekből úgynevezett normalizált hóindexet számítunk, akkor a havas pixeleket határértékkel leválogathatjuk. Azt említettem, hogy a vizsgálat 35 évet vesz figyelembe, viszont a felhőzöttség miatt csak 26 képet tudtam felhasználni, viszont ha ezeket a havas pixel értékeket is figyelembe vesszük, akkor jól látható, hogy valóban a havas pixelek gyakorisága egyre csökken, és egyre inkább a gleccser központja felé centralizálódik. A következő hír egy már egy idei hír, a koronavírus miatt 100 millió tonnával csökkente a széndioxid kibocsátás Kínában február elején, a tavalyi évhez viszonyítottam. A felvezetőben elhangzott, hogy levegő minőség detektálására az egyik alkalmas műhold a Sentinel 5P. A finnországi levegőkutató csoport által végzett vizsgált időszak az a tavalyi év 2019. február 3 és 2019. február 16, illetve ugyanezen év, vagy az idei év ugyanezen időszakára vonatkozó vizsgálat volt. A műhold nitrogéndioxidra és szénmonoxidra vonatkozó méréseit vettem figyelembe. A napi mérésekből egy-egy átlagot képeztem, és ezen is jól látható, hogy az idei évben lényegesen visszaesett a levegőszennyező anyagok kibocsátása Kínában. A végére pedig egy magyar hírt hagytam zárásul. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága posztolt egy Facebook posztot arra vonatkozóan, hogy idén a kedvező időjárási események hatására a Dereske melletti nagy nyomás nevű egykori szikes tó újra megtelt vízzel. Korábban a képen is látható Pekár csatorna a területről elvezette a felesleges vizet, viszont a Nemzeti Park együttműködés munkájának köszönhetően ezt most már megszüntették, és az egybefüggő vízterület egy időszakos vizes élőhelyet biztosít. Ennek szemléltetésére Sentinel 2 hamis színes kompozitot fogunk látni az idei év áprilisától augusztus végéig. A kompoziton kék színnel láthatjuk a szabad vízfelszínt, a szikes talajfelszín az ilyen fehér jellegű, és az időnként megjelenő sötétzöld, már értelemben fekete foltok, ezek a erősen átitatott talajú növényzetet jelölik. A poszt 7. hó 10-én készült, és 7. hó 10-én pont volt egy felhőmentes Sentinel 2 áthaladás is, így láthatjuk a fotót is, és az űrfelvételt is egy ugyanaz a időpontról. Az itt megjelenített illusztrációk a Google Earth Engine nevű geoinformatikai feldolgozó platformjával készültek el. Ez a platform oktatási, kutatási, ismeretterjesztési célokra ingyenesen használható, illetve állami feladatoknál is alkalmazható. Egy több petabájt nagyságrendű alkalmas vizsgálatra alkalmas műholdadatrendszer található mögötte, amely több programozási nyelv segítségével is elérhető. A Google nagy hangsúlyt fektetett a példaprogramok elérésére, úgyhogy aki esetleg kedvet érez az ilyen jellegű kutatásokra, nyugodtan csatlakozzon és végezzen saját vizsgálatokat, ötleteljen. Ennyit szerettem volna, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, és ha bárkinek kérdése van a témában, nagyon szívesen válaszolok.